2013 év harmadik Kukorica Fesztivál napján lévő főzőverseny eredménye, amiről többet szerintem a zsűri tud, én kóstolgattam, finomak voltak. Át is adnám a szót Bara Tibornak, a zsűri elnökének, aki elmondja az eredményeket. Nagyon szépen köszönöm. Hát szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt. Köszönteném a szervezőket, a résztvevőket és mindazokat az embereket, akik a mai eddigi szép napon sajnos csak eddig ide látogattak, és a gasztronómiának szentelték ezt a mai napjukat. El szeretném mondani, hogy számomra nagy örömmel szolgált azok az ételek, amiket végig tudtunk a kollégákkal kóstolni. Nagyon finomak voltak. Voltak benne igazán különlegesek, amiket bevallom férfiasan, még én sem találkoztam velük. Nagyon ízlettek, egy-két helyen még a receptet is elkértem a versenyzőktől, és otthon majd, otthoni környezetben, kicsit barátságosabb légkörben megpróbálom én magam is elkészíteni őket. Az elkészült ételekről annyit szeretnénk mondani. Kóstoltunk nagyon finomakat, sajnos volt egy-kettő olyan étel, ami szemre nagyon tetszetős volt, nagyon szép volt, de nem mertek bánni a fűszerekkel a versenyzők, tehát egy-némely ételnek hiányzott az íze. Összességében jók lettek, nagyon szépek, tehát nem volt egyszerű, könnyű dolgunk, hiszen azt kell tudni, hogy gyakorlatilag az első, így mondom, az első négy helyezett között, tehát 3 pont döntött. 3 pont, ilyen még, tehát ilyenre nem emlékszem. Ennyire szoros pontozás vagy verseny, és nevezhetjük akár küzdelemnek. Tehát nagyon jól dolgoztak a versenyzők, 4 szempont alapján pontoztunk, ami annyit tett ki, bár mindenkivel közöltük a legelején, tehát pontoztuk a csapat hangulatát, milyen hangulatban főztek, pontoztuk a higiéniát, hogy milyen tisztaság és rendet tartottak maguk körül, ami szintén mindenkinek megfelelő volt, pontoztuk a kreativitást, a tálalást, a díszítést, hogyan tálaltak elénk egy ételt, és pontoztuk ugye nem utolsó sorban az ízhatást. Találkoztunk olyan ételekkel, amiket otthon készítettek a versenyzők. Látszott rajtuk, hogy 2-3 napig erre gyúrtak, hogy ezt elé tudják rakni ma. Természetesen nem azokat vettük figyelemben, csak azt, amit a mai napon itt készítettek el. De voltak gyönyörű ételek, meglepetések. Találkoztam olyan tésztával, süteményekkel, étekvégi fogásokkal, ami kukoricából készültek el, és valami csodálatos repertoár volt, ami fő volt oltatva. Hát köszönjük szépen még egyszer, igazán nagyon finom ételek voltak, és akkor szeretnénk értékelni, úgymond a csapatokat és ezek a munkájukat megköszönni. Jövök ide, ha megengedik. Igen. Szeretném kezdeni az Evangélikus Egyház Csabacsüd csapatának a csapatkapitányát szeretnénk felkérni a színpadra. Következőt csapatkapitán szeretnénk felkérni, aki nem más, mint a Nem Kukoricázunk csapat csapatkapitánya. Következő csapatunk, a Csabacsüdiek Baráti Köre. Szeretettel várjuk a színpadra a kapitányt. Nem tudom, érkezik-e. Csabacsüdiek Baráti Köre. Addig megyünk tovább. Kérem szépen, ma is tanultunk valamit a Demokratikus Koalíció csapatától. Szeretnénk a kapitányt a színpadra.
Következő csapatunk. Igen, rendben. Kérem szépen, a következő csapat az ica nélküli kukoricájék csapatkapitányát szeretnénk a színpadra. És már érkezik. És akik figyelnek arra, hogy mindenki egészsége mindig rendben legyen, nem mások, mint a kötözgető ápolók, hát szeretnék a kapitányt a színpadra. Mindenki munkatársa, egy jó összetartó csapat, nem más, mint a kollégák. Várjuk őket a színpadra. Helyre jött. Szeretnénk a csutkababák csapatkapitányát. Tessenek jönni bátran. Volt egy egyszemélyes csapatunk is, tehát nem más, mint az urat szeretnénk, Csapó Szilárdot a színpadra. Azt elhisszük. Szeretnék a Kukorica Málik csapatkapitányát a színpadra. Akkor tessék jönni. Kérem szépen, az orosházi kukorica szemek csapatkapitányát szeretnénk.
Kukorica gyermekei csapatkapitányát szeretnénk a színpadra. Következő csapatunk a Misa Farm, és ennek a csapatkapitányát szeretnénk. Misa Farm érkezik. Szintén félre raktuk, hát ha időközben megérkeznek. Kérem szépen, Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesület csapatkapitányát szeretnénk a színpadra. Bravo, bravo! Közben a Misa Farm képviselő is megérkezett. Messze voltak tőlünk, nem hallottak oda. Köszönjük szépen nekik és gratulálunk. Van egy csapatunk, ami számunkra nagyon közel áll a szívünkhöz, illetve így nekünk. És nagyon szépen megköszönjük nekik azt a munkát, amit mai nap elvégeztek. Az Evangélikus Egyház Szarvas jótékony célú főzéséért és emberbaráti cselekedetéért szeretnénk színpadra kérni az urat. Pásztor Mátyás személyében. Igen, érkezik. Tisztelet és taps az ilyen hozzáállásokért, amiket ők végeznek. Rendezvényről rendezvényre járják a megyét, és szívből főznek és felajánlják az elkészült ételeket. Hát érkezzenek a díjazottak, akik még egyszer szeretném elmondani, tehát szívből nagyon finom ételeket kóstoltunk, fogyasztottunk, és annyira szoros volt a pontozása, higgyék el nekem, egy pont különbséggel lettek ezek így eldöntve. Harmadik helyel kezdenénk, nem más, mint a Dohánylevél Hagyományőrző Egyesület, Csodádapáca! Bravo, bravo! Szeretnék az egész csapatot felkérni a színpadra, és egy olyan kérésem volna a hölgyekhez, ha megteszik, hogy elmondják nekünk, mit főztek, és röviden hogyan csinálták. Melyiket, hogy mit főztünk? Sertés karajból volt, sertés karajból volt leves, kukorica gombóccal, utána volt jutorós polenta, mellé volt, mi volt?
kukoricás cukinis fasírt volt, és volt virsli kukorica bundába. Ennyi is. És volt mellé sütemény, prósza és muramenti kukoricás szelet. Ennyi. Ja, és palacsinta, és túrógombóc kukoricadarával, és már. Kérem szépen, a menüsorok széles választéka, ízek kavalkádja, ellentétes ízek találkoztak egymással, nagyon szép volt, nagyon remek volt. Természetesen azokat az ételeket díjaztuk, amiket itt készítettek el, de nagyon, nagyon finomak voltak. Fogadják el tőlünk szeretettel. És nagyon szépen köszönjük a segítséget a Csaba csüdieknek. Ők nélkülük ez nem valósulhatott volna meg, mivel hogy nagyon sok alapanyagot kaptunk tőlük ajándékba. Köszönjük szépen! Ilyen a felajánlás. Köszönet érte! Szeretnénk felkonferálni a második helyezettet. Hát úgy hozta az élet, hogy innen nem messze. Szarvasi Agrár ZRT második helyezett. Szeretnénk az egész csapatot kérni a színpadra. Igen. Tessenek. Várjuk az urakat is. Nélkülük nem kezdjük el. Ott jön a kapitány hátul a sorban. Aki közben ráér, jó volna elkergetni a felhőket. Önnek szeretném átadni és gratulálni. Szeretnénk meghallgatni, hogy mit főztek, és ő röviden hogyan. Ön lesz, igen. Van. Szóval birka pörkölt volt, kukoricás kenyérrel, akkor Michael Mai ropogós, ebben szintén kukorica darával készült, tehát ez is Mai, tehát kukoricás Mai ropogós. Ehhez volt rizs, vegyes körette, és túrógombóc volt, és nagyon sokféle sütemény a végén. Úgyhogy ennyi. Ja, kukoricás fagyi, igen. Ennyi volt. Köszönjük szépen. Tehát hallottunk egy olyat. Gratulálunk az egész csapatnak. Két csapatunk maradt hátra. Ja, röviden csak annyit szeretnénk, hogy mindenkinek jó szórakozást kívánunk még az estére, és érezzék mindenki jó magukat. Köszönjük szépen! Köszönjük, és viszont kívánjuk mindenkinek szívből. Még nem az első helyezett, hogy egy kicsit az izgalmak jobban fokozódjanak. Szeretnénk egy külön díjjal megjutalmazni a mázlisták csapatát. Tessenek följönni a színpadra! Tessenek nyugodtan közebb jönni. Én gratulálok.
itt a fél falu, és tudják meg, ez egy család. Meddig nősz még? Szeretnék meghallgatni a receptet és a menüsorokat, amit ma főztek és elénk tálaltak. Egy kukorica krémlevest készítettünk, utána tárcsán sütöttünk húst és krumplit, majd ahhoz készítettünk köreteket, készítettünk kukoricás laposkát, és készítettünk puliszka bombát mázlista módra, valamint egy pite tésztába töltött kukoricás húst, meg süteményeket. Köszönjük szépen! Hát a sütemények kivételével mind itt készültek helyben, nagyon frissen és sűnök voltak. Köszönjük szépen még egyszer a részvételt, és a sok sikert a továbbiakban! Megvárjuk, míg lefáradnak. Ne legyen nagy tumultus a létrán, vagy a lépcsőn. Az idő nem enyhül, első nem akar elállni, de elérkeztünk az első helyezett bekonferálásához. Hát ez a csapat szívvel, lélekkel dolgozott ma, oda tette magát, tette a dolgát, elvégezte, elkészítette azt az ételt, amit én magam nem mertem volna. Tehát egy olyan ételt tettek elénk, amit úgy esetleg otthon, egy jó meleg konyhában volna bátorságom hozzáfogni, megpróbálni, megcsinálni, és emberek elé kitálalni, hogy a nevem adjam hozzá, hogy ez bizony jó sikerült. Hát ezek az asszonyok, és remélem az urak is, egy olyan ételt készítettek, és elénk raktak, amit, tehát eszem nem volt hozzá, hogyan tudták ezt ennyire szépen megkeleszteni, megsütni, melegen tartani, frissen, és elénk rakni, mint hogyha akkor készült volna egy akár otthoni, vagy egy üzemi konyhán. Hát szeretnénk a színpadra kérni a Békés-Szentendrási Önkormányzat csapatát, és az első helyezetet átvenni. Kérem szépen, az ételük, amit elkészítettek, amit a Laci betyárok is megkóstolt és ízlett neki, az a bizonyos pásztortarhanyához hasonlított étel, ami valójában nem is az volt, egy öreg tarhonya, de nagyon finom, ami egyébként az első eredményt, tehát eredményezte nekik, az úgynevezett házi kenyérlángos, amit előttük készített kovászból, lisztből, tojásból, vízből, sóval gyúrtak össze szemünk előtt, megkelesztették 16 Celsius fokon, holott jól tudom, hogy 40 Celsius fokra van szükség a tésztának ahhoz, hogy jól megkeljen. Hát ezek a házi asszonyok és az úr csodát művelve megkelesztették, gyönyörű, nagyon szép tésztát, nagyon finom és ízletes. De hallgatnánk, hogy hogyan csinálták. Hát egyszerű kertészta volt, kukorica és búzaliszttel. Kukoricával, lilahagymával, kolbásszal, szalonnával, sajttal, tejfőllel töltve, és gázsütőbe kisütve. Hát köszönjük szépen, nagyon finomat kóstoltunk. Sok sikert kívánunk önöknek, és jó egészséget!
És akkor mi szeretnék elköszönni, önöknek kívánok további jó szórakozást, hát ettől szebb napot a esti programokhoz, hát remélem, hogy kitartanak és itt lesznek velünk, vagy mi önökkel, amíg az esemény és a műsor tart. Hát a viszontlátásra is jó szórakozást önöknek! Sárdás királynő, jó napot kívánunk, hölgyeim és uraim, nagyon jó szórakozást kívánunk! Szép estét kívánok, én vagyok a Derzsi György, szeretettel köszöntöm Önöket, kérek szépen visszafelé egy hangot a monitorba. Vannak egy kis ördögi problémák a mikrofonokkal, mert hogy nincs benne kábel, és én nem is hiszem el, hogy ha valaminek nincs kábel, akkor az hogy szólhat, de állítólag vannak olyan frekvenciák az életben, ami hangot csinál ennek a mikrofonnak, úgyhogy most közben az én igazából a zsinóros mikrofonokba bízom, azzal nem szokott gond lenni. Szóval nagyon szeretettel köszöntöm Önöket, és a Szeredi Kriszta kolléganőmet hallották előbb a Csárdás királynőből énekelte Szilvia belépőjét. És most én pedig éneklek egy gyönyörű Sárdi Jánossal filmjezett dalt, amit erről beszélek, kérem szépen azt a mikrofont, kérlek szépen, zsinóros mikrofont kérek szépen, mert hogyha ilyen gyönyörű Sárdi dal közben elmegy a hang, akkor azt fogják mondani, hogy biztos direkt csinálja, mert nem tudja énekelni, de hát én azért nem vagyok ilyen gonosz. Próbáljuk meg, nem fog kiakadni? Jó, hát akkor jöjjön egy gyönyörű Sárdi dal. Adj Uram Isten! Sok idegen földet bolyongtam be én, messzi hegyek, völgyek kerültek elém, de mindenütt tarván jártam a határt, és ez zene szárnyán lelkem hazaszállt. Adj Uram Isten, dús arany kalászt, hozzon az új nyár gazdag aratás. Kapjon esőt a határ, virágot a rét,
szengjen újra a madár, mint valaha rég. Adj, Uram Isten, derűsebb jövőt, harmatos rónán gazdag legelőt. Legyen boldog a szívünk, mint valaha rég. És legyen kék felettünk újra még az ég. Itthon vagyok újra, hazatértem én, elnézek az égre, ragyog rám a fény. Ragyog rám az áldott aranynap sugár, újra visszaszállott a dalos madár. Adj, Uram Isten, dús aranykalászt, azzon az új nyár gazdag aratást. Kapjon esőt a határ, virágot a rét, zengjen újra a madár, mint valaha rég. Adj, Uram Isten, erősebb jövőt, harmatos rónán gazdag legelőt, legyen boldog a szívünk, mint valaha rég. És legyen kék felettünk a nagy magyar ég. Köszönöm szépen, ez volt az Adj, Uram Isten, és újra Szeredi Krisztina jön. Fogadjuk őket szeretettel, a Marica grófnőt. Hát hölgyeim és uraim, azt szeretném kérdezni, hogy ki szerelmes önök közül? Tegye fel a kezét. A hölgyek, jaj, de aranyosak. És hol vannak a fiúk? Ja, tisztes távolságban. Hát kérem szépen, ezt így kell csinálni, megmondtam őszintén. Ez a hosszú házasság, vagy a hosszú kapcsolat titka. Na hát akkor kérem szépen, a következő szép operett részlet is a szerelemről szól. Marica belépője, de jó is lenne szerelmes lenni. Húzd, mint régen húztad nékem, gyere ide, vén cigány. Húzasd a cigánnyal, ha dühös vagy a világra, annak is van orvossága, üsse a kőn, nézz hátra, húzasd a cigánnyal. Ha szíved meg van csalva, csak a nóta vigasztalja, könyökölj le az asztalra, s húzasd a cigánnyal. Csak te kell lesz ide pajtás.
és aki ismeri, az énekelje velem azt, hogy de jó is lenne szerelmes lenni egy édes vágynak utána menni. Nem tudni semmit, csak szeretni, mindent elfeledni. Pajtás, az lenne jó. Na bátran, még egyszer. De jó is lenne szerelmes lenni behúnyott szemmel bolondot tenni. Nem tudni semmit, csak szeretni, mindent elfeledni. Pajtás, az lenne jó. Egyetlen csókot egyszer szemle, hogy be egyszer, aztán szasszor újra. Édes pajtás, ez volna jó. Énekeltek. Hölgyeim és uraim, én nagyon-nagyon nem szeretem a macskákat. Én nem tudom, most már nagyobb becsülete van, a tisztelete van a macskáknak, mint az embereknek. Mindenki így cituskám, úgy cituskám. Mondtam is a feleségemnek, vagy a sógornőmnek van macskám, és ott macskájuk, és akkor ott a feleségem így a simogatta a cicát, meg így putyik a cicikát, mondom, bárcsak egyszer beszélné velem így, mint a macskával. Hát ezt mondom, hogy nagyobb a tisztelete a macskának, mint a férje urának. Szóval én nem szeretem a macskákat, se kint, se bent. Mert mindegy. Viszont a cicákat, azokat egyfolytában üldözöm. Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad. Hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy száz lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele. Hogy mit szólnak majd a nők? Hát mit törődsz vele? Újra jötted csak egy míg, és a szívem új fentig meg. Cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem adlak el, nem is soha! Jaj! Cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Haj, lök is a mennybe, te cica, csak üzenj be. Érted, kiugrom cicám? Hányszor mondtam már magamnak, most megházasodsz, ebben minden rendbe jő, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne zavarodj, mind a mellettes se menj, jaj, bemús reggel, egész asszony regiment jár szívembe be. Erről már le nem szokom, nők fölébe csak súgom, hogy jaj, jaj! Ez egy kandúr volt, csöpp kiszá. Bocsánat, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem adlak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenj, mert érted, kiugrom cicám. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is áll. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenj, mert érted, kiugrom cicám. Hey!